Regisztrációt követően a hozzá kapcsolódó 24 órás diszpécser központ szolgáltatása szintén ingyenes. A gondosórát készhezvétel után aktiválni kell, valamint megtörténik az adategyeztetés. Ekkor a diszpécser központ már az eszközön keresztül kommunikál. Én raktam össze, és akkor ő mondta, hogy hogyan kell, meg minden. Sőt, valamelyik este lejtettem. Töltöttem föl, és azonnal a hölgy bejelentkezett, hogy mibe segíthet. A dobozban található maga a gondosóra, egy hozzávaló töltőkábel és egy pánt a nyakban történő viseléshez. Hát még eddig nem volt szükségünk rá, de ki tudja, bármikor is lehet, mama is sokszor rosszul van meg. És az, hogy én ezt sokkal biztosabbnak érzem, mint a telefont. Ugye, mire oda megyek a telefonhoz, hát sokkal biztosabbnak, itt megnyomom ezt a gombot, és már is akkor már üzemel. Maga a készülék egyszerűen kezelhető az idős emberek számára, ez részükre és családtagjaiknak is megnyugvást jelent. A diszpécser központ minden riasztás esetén visszahívást kezdeményez a probléma feltárására. Kérhetnek az idős emberek segítséget akkor is, ha elesnek és egyedül nem tudnak felállni. Ilyenkor a regisztráció során megadott kontaktszemélyt fogják értesíteni elsőként. Nemrégiben Szakcson történt egy riasztás, ahol egy idős hölgy eltévedt az erdőben, és a gondosórán keresztül kért segítséget. Erre a hívásra a dombovári katasztrófavédelem munkatársait irányították a helyszínre. Többségében egyébként az eltűnt személyek kereséséhez a rendőrséget szokták riasztani. Ők még a polgárőrökkel, valamint egyéb mentőszervezetekkel kiegészülve szoktak egyébként az eltűnt személyek keresésére indulni. Most ezúttal a tűzoltókra esett a választás, a dombovári hivatásos tűzoltói vonultak egyébként az bajba jutott nőhöz, akik rövidesen egyébként a riasztásról számított 27. percben meg is találták a rémült asszonyt a gondos eszköz által naprózott GPS koordináták alapján. Az idős emberek nagyon jó dolognak tartják az eszközt, hiszen sokan élnek egyedül távol a rokonaiktól. A fiatalabb, mozgásukban korlátozott, beteg személyek részéről is megfogalmazódott már igény a gondosórára, hiszen számukra is ugyanolyan fontos lenne a segítségkérés, segítségnyújtás lehetősége.